Böngészőben akár a legújabb játékok között, és húzd be őket már most olcsóbban. Link a leírásban. Sziasztok, én Dévék, és ez nem más, mint a World of Mystery, és visszatértünk, hiszen érkezett egy story frissítés, mint hogy itt láthatjátok előttem a story küldit, éppen a kis golyózó kisgyerek mögött, akihez inkább nem szólunk hozzá. Közben felvettem a kis küldiget is, hogy a napi küldit majd tudjuk pörgetni, hogyha esetleg találkozunk Tuyo King-el, amit meg mindig idézik el. De mondjuk van ott Goblin is, meg szellem, szóval, ja, azokkal még összefutatunk. Nézzük akkor itt, mit kapunk, csak nem Nerva lesz itt. Én csak odóta bejövök, érted? De az életemre tördek hárman. Hellóka! Ó, easy kis szellemek igazából. Uha! Jó, azért párat dodzsolgatni kell. De szerintem így a level 8-ra egészen jók vagyunk, és ott is van a szellem. Pörög az a küldés. Na jó, van ebből elég. Ó, Pokong is. Az már annyira nem fincsi. Wait, mi az a repülő kereszt itt? Jaj! Hát szerencsére túl sokat nem is ebbez, de azért van. És egy Tuyo King is van. Ja, mert ez egy dungeon. Most nézem, hogy ott a térkép alatt számolja is, hogy mennyien maradtak még. Akkor az ilyen speckó terület. Dede! Megkapott mindenki. Szóval be is tudunk menni, hogy hova? Azt nem tudom. Ki? Jó. Emetileg valami nőnek kell jelentenünk, hogy mit találtunk oda bent. Hát, minden rosszat igazából. Hát ide jelez a csillag, hogy itt kell reportolnom, de csak egy kék utánfutó van itt. Hát, ő lenne a néni? Oh, WTF. Itt mi történik? Halló? Be is tudunk menni. Urux. Vagyis egy urut. Hello, mit csinálsz itt? Tele van lényekkel a hely. Akár be is mehetünk. Figyelj, miért ne? Kis XP. Aha. Uha. Jó, kezdünk. Ó, ne verünk nekik egyet, ez csá. Monster Bond, azt szedni kell a tudós bácsirak. Azokat ezek dobják. Ez megint egy új jelenség, talán. What? Hát ezt így nem láttam. Ő még tűzgolyókat dobál. Hát egyértelmű. Jaj, nem, mert vissza fognak menni és visszahílelődnek. Jó, akkor én is hílelek. B, mint backpack, de nagyon jó. Használjuk egy kis damage potion-t, egy kis... Hát armor potion most annyira nem kell. De HP-zunk az biztos, de most gyertek! Húhú, már kapták is. Jaj, kettes skill le. Nagyon jó, a másik is halt. Hát ez gyengébb, mint ez a madárriasztő. Érdekes, ezeket is felfedeztük most már. Hát ez nem olyan sok az a 10%, de amikor nagyon necces a helyzet, akkor jó lehet. Jó íg, mennyi pokong, mert minden van ide bent. Egyáltalán nem barátságos hely. New quest available, no... What? Csak level up voltam egyet. Lehet most kellett volna, megkaptam a story küldit, a fő küldit. Hát majd mindjárt meglátjuk, csak ezt még kiütném. Atya világ, milyen feje van annak? Ez olyan, mint ami az előbb volt? Nem, ez olyan más. És hát az ébe is sebzett rendesen. Biztos, hogy nekem itt kéne lennem? Nem teljesen biztos, 37 enemy van. Uram, atyám. És hát még sehol se tartok, és még a bossnál még, hát, ja. Még hol vagyok, sehol ahhoz képest. Jó. Szerintem még nem itt a helyem. Ez egy tök más küldi, ez a chapter 1-es küldi egyébként, ez a Poor Woman. Az jött be most új. Rank up quest, junior detektív. Ó, oh, junior detektívekkel ezek előléptetve, hoppá. Aha, itt a Chávez. Are you ready to take the test? Persze. Micsoda pont oda szól a küldi, hogy azt a dungeon-t üssük ki, ahol voltam. Oké, okay. Hát ez mondjuk baj, amúgy. Jó, akkor szerintem kéne egyet pörgetni, utólag láttam, hogy kaptam ilyen tikitet, mondjuk csak 21, amit semmire nem jó, de legalább kaptam. Minden pörgetésért kapok egyet. Egy fegyvert szeretnék, mert itt legalább még van esélyem, az epic jó lenne. A Legendary Morrow, meg hát nyilván ne is beszéljünk, az lenne a legepikebb. És egy másfajta katona, nagyon jó. Mondjuk egyébként ez jobban tetszik. Hát nincs nagyon másra költeni szerintem, szóval még egy. Nem mondod! 1% esélye kidobta! 2. Bocsánat. Úristen, megvan a Legendary Cardunk! Az nagyon jó! Atyavilág, megszédültem. Biztos voltam benne, hogy meg fog állni pont előtte, amilyen szerencsétlen vagyok, de nem! Kimi! Ott van! 7 sebzés kapásból, ami annyira nem sok, tekintettel arra, hogy ez a legdurvább. Szóval itt egyértelműen a szint lépés az, ami nagyon sokat számít. Látom, azt írja, hogy swing speed és damage az balanszol van, tehát valami inkább gyorsabban üt, valami inkább nagyobb sebzésű. Hogy félik? Hagyjad! Megszurkáljuk vele őket. Na de, hát akkor igazából... Hát itt még pörgetés. Gatyából kéne jobb.
És ott az epik kis rövid naci, de kis nyáriasak leszünk, cipőből is kéne jobb. Nem áll, nincs a footwear. Még az a szene hozzá. Mi makkom van ma? Oh my god. 0,2 movement speed. Ja, hogy ez csak az. Hagyjad meg, hogy ez csak movement speed. Na mindegy, de ott a naci az 0,13 armor. Racing helmet. Kár, hogy csak kék. Elsrip, elfogyott az összes kristályom. Mi kalapom lett? Ez nagyon megy az armorhoz, meg a rövid nacihoz. Na így csapatjuk. De úgy hogy szalad? Nyomja azért rendesen. Malacszal is gyorsabb. Hát talán azzal annyira nem. Ezt a lecsapós skillet, ezt eléggé szeretem, mert jó sokat, sok ennemit sebez. Hát nem lesz sokkal durvább, kicsit több damage, de azért ez is több, mint a semmi. Látom az armor potion-t is, nyomjuk fullba. Ulti, gyere! Hoppá! Azt le is vágtuk, oda visszaszúrunk, azért jobb. Hú, az mi az? Abba sebződök, abba vérbe, meg a hülye kereszt. Dobál, mit csinál? Gyere ide! Az is kapta! Jó, 60 XP. Király. Íj, mennyi HP van annak a tündérnek? Ja, hogy ez a tündér boss! Aha, és abból 2, 3. Hűha. Ja, és most már akkor is lő, amikor közel vagyok és ütöm. Húj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 
be mögöttük? Jó, lehet megkérdezni inkább az a sztori küldit. És kell sokkal több poti. Doktor alig itt van az erdőbe, és éppen a lényeket tanulmányozza. És most már szörny fog is kell neki. Azt is most adtam el. Anyám! Í, mi az a goblin? Hát eddig ilyen itt nem volt ebbe a dungeonbe. Na, akkor majd itt is egyre változatosabb, király. Egy hús, mint táska. Mert hogy kaptam újra pörgetési pontot, és szerencsére tudtam pörgetni. És mint ahogy rájöttem, ami a hátamon van, az táska. Szóval valószínűleg azzal növekedett az inventory helyem is. Habár így se túl sok, de most már egy hús alakú táska. Megvan a 10 fog, nézzük, mit kapunk érte? Egy zöld nacit. Mármint egy piros zöld nacit. Hát nem kösz. Viszont a csontos küldéje meg felszívódott, az már nem kell neki. Érdekes. Most pedig egy nagy csomagot kell neki elszállítani a Szilambádba. Várnet Citybe kell vinni. Már indulok is, de hogy? Ó, itt van tényleg Szilambád. Ja, ez a futárcég, tényleg. És akkor innen kell elküldeni Várnet Citybe a csomagot. Aha, félreértettem. Pedig adtam volna, emeltünk. Megkaptuk a felsőt is. Most pedig egy csomagot kell neki elhozni. Tőle kell elhozni. Milyen bizalomgérő szűriember. Te vagy az új asszisztens a doktor Alignak? Vigyázzat kéne, a legutóbbi asszisztensének lerobbant a karja. Oké, kösz. Jó, hát itt is más lett a fő boss ebbe a házba, elhagyatott házba. Kicsikét keményebb. 4-es HP 3-as adták. Not bad. Ó, őt idéztük meg talán a temetőbe. Aha. Akkor meg lett a bosszú. Lassan végez a kutatásával, doktor Alig. Saját mitikus lényeket akar magának, akik követik az utasításait. Hát, ki itt volna. Valami nagyon durva robbanószert hoztunk neki most azóta csomagba. És most már a bosszú terve menni fog. Hát, ezzel kell random tudósoknak segíteni, akik egy sikátorban vannak. Adott egy kulcsot, amivel bemehetünk ide a laborjába. Bent van valami. Ó! Mik azok a bombik? Ő gyártotta a bombikat? Hogy hányszor robbantották fel a kávézomat, ezt nem hiszem el. New quest available, illetve reward is 3000. Ó, fej! Hát is isek igazából. Ó, a bombi ruhát kaptuk meg végig, most esik le. És level 11 is. Oké, ez menő, menő. Most egy parkőrrel kell beszélnünk, az a kövi küldünk. És ő csak este van ott. Ott a fullos bombi skin, bombi táskával. Hát kár, hogy... nem túl jó. Ó, itt is a csávó a parkba? Ez nem ő, csak másik ruhával. Kell neki a segítségünk, elvileg van valami lény a parkba. Ó! Egy kaka. Jó, hát ha nem is ez a lény, de hozzátartozik. És a vécét se. Kímélte. Szegény tojtól jól lebántak vele. A sanyarú sorsuk van mostanában. Oké, találtam egy kis kakit. Ez mind. Napi legalább 10 kakit szokott takarítani a parkba. Hát, ez biza forró nyom. Á, hogy a tojtóiba is van egy. Aha, de végül is fejlődőképes, már nem a fűre. Hát a parkos küldihez kell a 3 füstölő, hogy meg tudjuk idézni azt az elemet, ami ott a parkban van. Szóval, hát ezt csak farmolni tudok venni, nem, én úgy vettem észre, legalábbis még egyenlően csak dobták. Szóval nézelődtem itt a térképen, és észrevettem, hogy van egy új erdő rész a másikon kívül. Szóval nézzük el erre a lehetséges, hogy erre leszek chapter 1, vagy
vagy valami, nem tudom. Ó, kis herdei ösvény, küldi bolt. Oké, meg dungeon is. Nézzünk körbe. Csá! Azt a mindeni tarzankoma! Hogy kicsapta magát? Ott a sixpack meg minden. Nagyon durvába tolja. Nazrat. Szóval, defeat enemies. Oké. Enyhén tőmondatokba beszél. Egy csupa új ellenség. Akkor gondolom ezen a területen fellelhetőek. És itt van az árus is. Aki egy lepkefogó állóval. Csak nem egy lepkét. Ez egy csali lepke? Hát nem ezt keresem. De ott már látok ellenségeket. Jó ég, mik azok? Hát figyelj, próba szerencse, mennyit sebzek. Nem eleget. Talán az még nem nekem való környék. De chapter 1-hez semmi köze. Akkor legyőzöm a Minotaurus kisfiút, bármit, csak működjön már. Hát nem hiszem, hogy ezen múlt. Hát többször is megcsináltam azt a helyet, nem bázott semmit, de legalább kidobta a 3 offeringet, szóval mehet ez a küldi. What? Akkor lesz, beszélünk vele. Szerintem megjött. Remélem, le is tudom győzni, például anélkül, hogy meghalnék és újra kellene 3 offeringet. Gyere már ki! Mit csinálsz? Oh, várjál, jön a csávó. Bele lenni lépi a kakiba, óvatosan. Most én bementem a WC-be? A kaki monster! Úristen, mi az a mosoly a fején? Hát jó, végül is bejöttél az atalabba! Így most már végül is érthető, hogy miért kakált össze mindent, mi más tudna csinálni. Jó, figyelj, van egy csomó potim, csak meg lesz ez. Uram, atyám, mennyi AP-ja van? Nem gondoltam volna, hogy ma még egy kakával fogok fájtolni. Jó, oké, poti, azért... Hát legalább látom, hogy mennyi HP-ja van, és hogy ilyen szépen fogy. Milyen szép lassan. Ott az ulti! Chat! Nem rossz. Hú, az olyan csúnyákat sebez. Lehet pedig ennyi pot is kevés lesz. És bejött rá az utolsó ulti! Ott van! Nem ért el, ez most komoly. És az utolsó szúrás ott van! Felfedeztük őt is. 80 XP, ott van. A kaki szörny. És... Kapunk érte valami epic cuccot? Aki WC mountot, vagy nem tudom. Mi volt a szörnye? Egy kaki szörnye. Hogy lehet ilyet mondani? Sok fura dolog történt már itt, de ez... De legalább a probléma megoldott. Így van. Na, megtartottunk mindent, amit bent találtunk, ami... egy kaki hátiság. Minden, amire vágytam. 900 XP, 3000 LP. Nem rossz. Level 12. És jó sok pörgetés. Egy jó kis sportkormány a hátunkra. Én adnám, csak hát... Kék. Samurai Banner. Ezzel fogok csapatni, hogyha nem kapok mást. Bad Angel Backpack. De király. Nem adta ki a Legendary-t. Szégyen. Akkor vagyok a zászlóval. Hát a néni még mindig nincs itt, meg sehol. De azóta már 12-es vagyok. Enyhén több esélyem van idebent érvényesülni. Ó, hogy gengelnek idebent. Gyertek. Paf. Egy ilyen. Már fél HP-n van mindenki. Nem rossz. Ezeket a hülye tündéreket kéne innen kihúzni, hogy egyesével tudjam őket kinyírni. És akkor nem nagyon lesz baj szerintem. Aha, oké, egy meghalt. Jött a kövi. Azt nem akarom behúzni, de az milyen állat? Nem is értem. Ja, hogy egymás fele néz kettő. Így már több értelme van. Hát, és még ott mögötte is van kettő olyan troll. Aha. Gyere, ahogy látom, most már lehet őket csalogatni, nem mennek vissza a helyükre. Eddig, mintha visszamentek volna. Na? Hol a HP-d? Kilóg a plafonon a HP-d? Te most csak szórakozol velem, ugye? Azok alapján amennyi sebzel, annyira sok nem lehet. Mert meg is halt. Akkor jó. Akkor gyere! Húha. Jó, azért. Ennyire nem kéne. Hát, ti meg ízik vagytok. Már ez a szúrás fél HP lett. Egy Minotaurus és kettő tündér. Aha, jó van. Vicces vagy. Egyet ki kell húzni szépen. Csak a kettő tündér. Nagyon jó. Egyszer a hármat. Jelenleg még lehetetlen. Jó, mind a kettő halt. Minotaurus meg már öltünk, szóval igazából annyira nem lesz para. Mondjuk azért... Ő mindig nagyon durván lesebez. Sűrűn iszunk. Nem annyira drága az, mert hát rengeteg pénzem van. Ott az ulti! Azaz, kár, hogy nem látszott az animáció, de nem érdekes. Uha. Ez kicsit mellé. És de előre vagyunk léptetve, vagyis hogy elő vagyunk léptetve. Előre. Ja.
Nagyon szép, és ott mehetünk is kifelé. Igen. Nagy csávó, büszke vagy rám, Urut? A kis Hurut. Ó, vele előbb kellett volna beszélni, hogy bemegyek. Menjek és győzzem le őket. Hát ez már kész. És most újra meg kell csinálni. Úristen. Egyszer menni fog még egyszer is. What? Ez egy másik emeret. Még azt írt, hogy a first floor-on kell kinyírni őket. Az akkor már nem is a first floor volt. Jó, hát ez szerintem menni fog. Nem túl kemények. Annabelle a főbossz. Easy. Kész vagyok. Ó, ide jött a főnök úr is. Nem csak Hurut van már itt. Erősítés nélkül kitisztítod az első ebeletet? Ó, hát tudnád. Akkor elő vagyunk léptetve. Ott is van. És keményebb lesz majd a következő előléptetés. Jó, szerintem már így több előléptetéssel így megvagyok. 20 000. Wow. 140 ezeren van már a pörgetésnél, mert annyiszor pénzt kapok, hogy kegyetlen. Úristen, ott egy főküldi. Lehet, hogy az előléptetés kellett. Nerva! Úristen, de jó téged látni, szia! Itt van Bigfoot, igen, láttam. Bigfootnak a hegyekben kéne élnie, nem tudja, hogy került ide. Ő se tudja, hogy került Várhead Citybe. Mondjuk nem tudom, hogy válaszolt. Nagyon okos Bigfoot. Hát velünk is beszélgetett annó, most itt eszembe. Valószínűleg ezt valaki csinálta vele. Aha, most lettünk junior detektívek. Most már készen állunk durvább feladatokra. Van itt egy nő a városban, akinek a férje misztikusan eltűnt. Na! Akkor ő lesz az a nő. Jó, Nerva egy másik ügyön dolgozik, szóval magunkra vagyunk utalva, megyünk! Itt van. Ó, szegélyke nagyon sír. És egy ilyen supernatural detektív vagy, végre eljöttél? Legutóbb, amikor látta, akkor oda a külvárosba ment, ahol ugye az a kinti temető is van, meg ezek, meg a dungeonek. Sinova neve. Oké, amikor legutóbb látták, akkor egy fekete felső volt rajta. És szőke. Jó, szerintem ebből már meg lesz. Szavaz bácsi, te nem láttál erre fele valakit? Tegnap még nem volt itt, de valaki tud nekünk segíteni. De mielőtt ő segítene nekünk abból, hogy ki tud segíteni, hozzunk neki 10 szörncsontot. Hehe, kis vicces. Kell még ölnöm ilyen goblin genyót a napi küldihez, és azok, ha jól láttam, így van, itt vannak, szóval erre is körülnézek. És ők is dobnak el Monster Bond. És most már egyáltalán nem annyira ijesztő az ogre, szerintem egy szúrásból. Hagyjad már. Oké, kemények vagyunk. Esténként van itt egy szellem, aki a helyiekkel beszélget. Ő egy jó szellem. Szóval a szellem tud nekünk hát segíteni. Oké. A régi iskola mögött szokott általában lenni. Zsír, kösz. Mehetek az aludni. Ó, itt a szellemjány. Szia. Nem tudok semmit, hagyj békén engem. Jó van, na, jó van, na. Menj most rögtön. Akkor megyek. Hát... Szerintem nem látta. Akkor menjünk vissza reportolni Nervának. Látom, Nerva, sok a dolgod, az ott is itt állsz és nézed. Hát azt mondja, még kevés az info, szóval vissza a nőhöz. Kell még tudnia valamit. Azt hallotta, hogy a férje az industrial area-ban van, a warehouse-ba, ahol már voltunk 2-3-4-5-ször, és szellemek rabolták el. Akkor már érem ezzel kezdted, vagy ezt kimondta azóta? Az a random nő ott az utcán? Én vagyok a detektív, azt többet tud, mint én, meg ennyi idő alatt. Az ősz ember mondta neki, akivel mi is beszéltünk, akkor nekünk hazudott. Hey, akkor csak elterelésnek küldött minket a szellemhez. Uha. Ha már legyőzelek titeket 12-szer, most is fedi fog. Hát mondjuk itt nem sok mindent találtunk, eddig se. Férj, sehol. Oh, itt a nő. Hello. Jó, hát még nincs meg a férje, de akkor dolgozunk rajta továbbra is. És a chapter 1 még nincs befejezve. Az a kövi frissítésben érkezik majd. Hát... Nem volt annyira combos. Viszont előléptetésünk megint lehet. Ó, nem. Azt mondja, még nem vagyunk elég erősek. Elverek pár tündért, ami még a napi küldihez kell. És akkor így ott a napi küldi, ami... Wow, azt szerintem többet adott, mint múltkor, nem? Már nem emlékszem pontosan, de mondjuk logikus lenne, hogy mindig az aktuális szintemhez képest adja. Hát, akkor viszont ennyi. Azt hittem, az egy komolyabb chapter 1-re lehet számítani, aztán meg majd hát lehet, hogy komolyabb lesz, csak hát még nem most. Oké, tartom magamat továbbra is ahhoz, hogy jó fej a game, de azért közel sem olyan jó fej, mint a Várnet és a Baxo Simulator volt. Ha lesz még belőle videó, akkor biztos, hogy jó pár frissítést fogok várni, hogy egy videóba úgy valamiféle készebb élményt kapjatok, ne egy fél chaptert. Még szerencsé, hogy voltak még egyéb küldetéseink is. De azért még nem mondanék le teljesen a játékról, szóval, hát hogyha tetszett a rész, srácok, és szeretnétek, hogy majd a jövőben akkor még érkezek valamikor résszel, akkor mindenképpen dobjatok a videóra egy lájkot, és még nem tettétek volna, még iratkozzatok fel, hogy csatlakozzatok a csapatba. Na, sziasztok! We'll be right back.